Lázas tanakodás folyik a Pallagfű írtókasztalánál. Összesen 13 csapat vett részt a Vármegyei Kormányhivatal és az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Központja által rendezett Ne heverj Pallagon című vetélkedőjén. Az általános és középiskolások számára meghirdetett versenyen a résztvevőknek a pallagfűvel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket és feladatokat kellett megválaszolniuk, valamint megoldaniuk. A csapatokat Román István főispán köszöntötte. Elmondta, a kormányhivatal hatósági feladata a pallagfüves területek felderítése, problémát pedig idén is találtak szép számmal a vármegyében. Az idén több mint 250 alkalommal találtunk olyan helyszínt, kültéri helyszínt, külterületi helyszínt a megyében, ahol intézkedést kellett végrehajtanunk. Ennek egy része ennek az intézkedésnek még abban az esetben, hogyha a pallagfű nem virágzott, akkor a kaszáltatásnak az elrendelése, ottól pedig már bizony virágzó állapotba került, ott pedig büntetést szabtunk ki azoknak a földtulajdonosoknak, akik nem gondoskodtak arról, hogy a pallagfű ne jelenjen meg, és így azt gondolom, hogy sok embernek okoztak és okoztak kellemetlenséget azzal, hogy nem tartják rendben a saját birtokukat, a saját földterületüket. A környezetvédelemmel és pallagfűvel kapcsolatos versenyt az országban egyedüliként Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében rendezik meg. Az eseményt évek óta támogatja az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Várszegi Gábor, a NÉBIH igazgatója azt mondta, nagy hangsúlyt kell fektetni a szemléletformálásra és a megelőzésre, ezért is fontos a vetélkedő megrendezése. Azt mindenkinek be kell látnia, hogy egy növényt sem lehet eltörölni a föld felszínéről, még akkor sem, hogyha ez egyébként komoly egészségügyi kockázatokat rejt magában. Így nagyon fontos számunkra, hogy a felnövekvő korosztályoknál tudatosítsuk azt, hogy mely növényekkel vannak ilyen kockázatok, azok ellen hogyan lehet védekezni, mikor kell ellene védekezni, és hogyan lehet megelőzni azoknak a térnyerését, az elterjedését. Úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében már hosszú évek óta megrendezésre kerül ez a rendezvény, és folyamatosan próbáljuk is támogatni ezt. A versenyen végül az általános iskolai kategóriában az Isten szülő oltalmáról elnevezett görögkatolikus általános iskola Darwin Team csapata diadalmaskodott, a középiskolák közül pedig a Bánki Donát Műszaki Technikum Bánki Koli csapata szerezte meg az első helyet.